A Gárdonyi tóparti szakambulanciára már megérkezett a Mikulás. Kedden délelőtt a kicsik legnagyobb örömére ajándékokkal, zenével és vidámsággal örvendeztette meg a családokat a nagy szakálló. A 2016-ban indult intézmény dolgozói évről évre mindig színes ünnepséggel kedveskednek ilyenkor a kezelésre érkező családoknak, akiknek száma az évek során jócskán megnőtt, jelezve azt, hogy nagy szükség van a környéken az államilag finanszírozott ellátásra. Számos olyan család van, ahová ilyen érintett baba születik, és itt nálunk lehetőség van arra, hogy idehozzák őket, egy nagyon alapos diagnosztikával legyen részük a gyerekeknek, és utána itt helyben a fejlesztő kezeléseket is megkapják. Az elmúlt 7 évben már több mint 50 ezer gyerek fordult meg itt nálunk. Évente több mint 8 ezer babát kezelünk, ami azt hiszem egy hatalmas szó. Kedden délelőtt az idei szilveszteri pezsgőfutásról is beszámoltak a szakambulancián, amely évről évre egyre népszerűbb program. 2022-ben több mint 500 sportoló állt rajthoz különböző távokon. Még 1984-ben született meg az évvégi program ötlete. Először városrészek között baráti társaságoknak szerveztek futóversenyt, ami néhány év múlva szilveszteri pezsgőfutássá alakult azzal a céllal, hogy az óévet is mozgással búcsúztassák. 91-ben jöttem nyugdíjba, addig szerveztem. Először csak városi szinten a városi embereket akartuk megmozgatni, utána a környéken is kezdtünk szerveződni, és 2-3 év múlva azt vettük észre, hogy hol lenni Budapestről, innét, onnét, az ország különböző részéből jöttek az emberek, és visszatérő futóink voltak. Idén december 31-én 9 órakor indul a futás 4,5 vagy 12 kilométeres távon, de akár a Velencei tókört is megcélozhatják a vállalkozó szelleműek. Természetesen a teljesítők befutóérmet kapnak. A nevezés most már átlépte a helyeknek a felét, tehát tavaly sajnos végére elfogyott a lehetőségek száma, ezért érdemes előnevezni. December 15-én vagy 10-től fog élni a teljes nevezési díj, most egy ilyen kedvezményes ársában lehet még nevezni az indulóknak, úgyhogy érdemes minél hamarabb nevezniük. Nevezni a képernyőn látható elérhetőségeken lehet. Azoknak, akik részt vesznek a 37. szilveszteri pezsgőfutáson, a rajtkor egy kis pezsgőt is kínálnak a szervezők.